Köszöntelek benneteket! Búcsúzik a meteorológiai nyár, ugyanis holnaptól elindul a szeptember. Ezzel együtt pedig az időjárásunk most egészen hű lesz az évszakhoz, ugyanis holnap inkább felhősebb, szelesebb időben lesz részünk, sőt a hőmérsékletek az ilyenkor szokásosnál kicsi alacsonyabban alakulnak. Időjárásunkat egyébként még továbbra is egy hideg légörvény alakítja, a műhold felvételen pedig szépen kirajzolódik az okklúziós front felcsavarodott felhőzete is, ez pedig az éjszaka folyamán egyre inkább ránk húzódik majd, viszont holnaptól már egyre inkább távolodik maga a légörvény és egyre inkább gyengülni fog, és a hét további részében már szárazabb, naposabb időben lesz részünk. Az előttünk álló éjszaka folyamán azonban még több lesz felettünk a felhőzet, bár azért kisebb-nagyobb szakadozások lehetnek ma felhőtakaróban. Emellett pedig főként az ország északkeleti harmadában eső, zápor eső, sőt az éjszaka első felében esetleg még egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél az sok felé megélénkül, helyenként meg is erősödik, és éppen a szeles, illetve felhős időnek köszönhetően a minimum hőmérsékletek általában 10 fok környékén, illetve a fölött alakulnak, viszont azokon a részeken, ahol átmenet kevesebb lesz a felhőzet, illetve a szél is leáll, alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Aztán a szerdai nap, bár alapvetően felhősen indul, viszont napközben egyre inkább szakadozgat a felhőzet, sőt a délutáni óráktól kezdődően előbb a nyugati területeken, később pedig keleten is határozottabban csökken a felhőzet, csapadék pedig még továbbra is az ország északkeleti harmadában fordulhat elő. A csúcsértékek 18 és 23 fok között alakulnak, a hőérzetünkön viszont ronthat majd a szél, ugyanis az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik majd erős, sőt itt a Dunántúli középhegység tágabb térségében időnként akár viharos széllökések is. Ami pedig a következő napokat, tehát a hét további részét illeti, mindenképpen elmondható, hogy nyugodt időben lesz részünk, alapvetően sok napsütésre számíthatunk, csapadéknak pedig elég kicsi az esélye. Az éjszakai órákban viszont lehetnek olyan területek, ahol pára, illetve kötfoltok is képződnek. A csúcsértékek pedig egy picit emelkedni fognak. Ami egy kicsit érdekesebb lehet, az a hét vége, illetve a jövő hét eleje, ugyanis látható, hogy jelentősen megnő a valószínűségi tagoknak a szórása, sőt a főfutások egyes esetekben jóval melegebb, máskor pedig jóval hidegebb forgatókönyvet mutatnak számunkra. Szóval írjátok meg kommentben, hogy ti melyiknek örülnétek jobban. Ezzel pedig szeretném is megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és tartsatok velünk holnap is. Én további szép napot kívánok nektek, sziasztok!